Jókora részen kerülni kell az embereknek a keleti pályaudvarnál a Barostéri aluljáróban. Néhány vödör és szalag foglalja a helyet. Nem véletlenül kordonozták el ezt a részt, a plafon több helyen leszakadt és málik, a víz pedig folyamatosan megállás nélkül csöpög belőle. Ezen a részen annyira tönkrement a mennyezet, hogy teljesen levált egy darab belőle. Nem tudni, mikor ürítették ki a vödröt, de ma délelőtt már félig tele volt. Kinézete is igen eléggé csúnya, szóval felháborító tényleg. A plafon mellett az aluljáró falával is vannak gondok. Több négyzetméteren hiányzik róla a burkolat, így a borítás helyett a kőműves szerszámok nyomait lehet látni. Nem csak az egyik, hanem a másik oldalon is. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők szerint elkeserítő a látvány. Sajnos minden másik nap erre jövök, úgyhogy látom, hogy mi van, hogy mi van. Nem értem, hogy miért nem tudják megcsinálni, nem? Hát őszintén, ázik mindenhol, borzasztó. Felháborít egy kicsit. Ilyen az ember. Így dolgozna. Nem valami szép, mert éppen ma jöttem hozzá Angliából. Úgyhogy nem valami szép látvány, de hát ha megcsinálják. Az embereknek hosszú évekig kellett kordonok között sétálniuk a Barostéren. A felszínt és az aluljárókat is az épülő 4-es metró miatt alakították át. A munkák több mint 4 milliárd forintba kerültek. Kerestük az aluljáró üzemeltetőjét is, szerettük volna tudni, hogy mikor szűnhetnek meg a beázások, illetve lezárások, és mikor lehet ismét burkolat a falon. Két helyről is kaptunk választ. A Budapest Közút azt írta, idézem, a hibajavítási igényünket bejelentettük a beruházó DBR metrónak, hogy szólítsa fel a kivitelezőt a garanciális javítások elvégzésére. A BKV-tól pedig azt írták, hogy az aluljárót több ütemben adták át. A szóban forgó szakasznak ugyanakkor a hiba bejelentési időszaka és a jogszabály által előírt szavatossági ideje is lejárt. De állítják, még a szavatossági időszak alatt szóltak a hibákról a kivitelezőnek. A probléma megoldásáról a tulajdonossal, az üzemeltetővel és a vállalkozóval is tart az egyeztetés.